Elkészítette a kormány a nagyszülői gyed részletes szabályait, ez is a családvédelmi akcióterv egyik intézkedése. Januártól a szülők helyett a nagymama vagy a nagypapa is gyedre mehet, ha egyébként még nem nyugdíjas és bejelentett állása van. Átlag fizetés esetén 208 ezer forint a havi támogatás, több unoka esetén pedig több gyed jár. Figyelmesen nézi zenélő elefántját Szabó Benett, a család legfiatalabb tagja. Közben testvére, anyukája, és ma délután a nagymamája is ott van körülötte. Édesanyjának ő a második gyermeke. Mielőtt Benett megszületett volna, Tamóki Ilonka az autóiparban dolgozott, felelős beosztásban. Minden szülő tudja, hogy a gyermeknevelés teljes embert kíván. Férjével együtt mind a kettőjüknek jól fizető állása volt, de úgy döntöttek, hogy szeretnének még egy gyermeket. Mikor Ilonka terhes lett, megbeszélték, hogy ő lesz az, aki otthon marad, és a férje lesz az egyedüli pénzkereső a családban. Nekünk nagyon sokat jelentene, ha a nagymama maradhatna itthon gyeden, és én vissza tudnék menni dolgozni, mert a kieső jövedelem az ugye visszajönne, és jobb lenne a megélhetésünk. Nem idegen ember vigyázna a gyermekre, nem kellene pluszban költségvetésből még kiadnunk, és ez így sokkal jobb lenne az egész családnak. 2020. januárjától már ezt a megoldást is választhatják a családok, ugyanis jövőre már a nagyszülő is igényelheti a gyermekgondozási díjat. Ha van egy olyan család, ahol a szülők dolgoznak, vagy egy gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő édesanyja egy pici gyermek mellett már visszatérne a munkahelyére, vagy egy akár egy édesapa, és a nagyszülők ott vannak, és szívesen vennék ki a részüket az unokának a neveléséből, nem akarják bölcsödébe adni az unokát, akkor a nagyszülők ezt megtehessék. Hogy a nagyszülők is szabadon választhassák ezt a lehetőséget, együttműködésben a szülőkkel, hogy lehessenek a még aktív nagymamák, nagypapák is, aktív, valódi nagymamák, nagypapák, akik egy időszakra félreteszik addig a munkájukat, amíg az unokákról gondoskodnak. Olyan nagyszülők élhetnek majd ezzel, akik még nem nyugdíjasok, és feltétel lesz az is, hogy a szülők is jogosultak legyenek a gyedre. A gyermek a szülőkkel éljen egyháztartásban, és utána más ne kapjon gyermekgondozást segítő ellátást. Az a nagyszülő pedig, aki otthon marad gyeden, átlagosan havonta 208 ezer forint támogatást kaphat, és több unoka után többszörösen is igénybe veheti a támogatást. A gyed időtartama 2 év, ikrek esetén pedig 3 év. A nagyszülőket ezen idő alatt ugyanaz a jogszabályi védelem illeti meg, mint a szülőket, vagyis jogosulttá válnak a fizetés nélküli szabadságra, és felmondási védelemben részesülnek. A kormány családvédelmi akciótervének részeként a nagyszülői gyeddel egyszerre lép életbe a 4 gyermekes édesanyák SZIA mentessége is. Július 1-től pedig a családi adókedvezmény válik még kedvezőbbé.